estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Ma esti vendégünk Várhegyi Ferenc újságíró, televíziós szakkommentátor, sportmenedzser. Tisztelettel köszöntelek. Szervusz, köszöntöm a nézőket. A sport és a gazdaság, illetve a sport és a menedzseri szemlélet kapcsolatát kell, hogy megvizsgáljuk most ebben a beszélgetésben. Mielőtt azonban rátérnénk, azért az nagyon fontos, hogy miként talál magának sportot, miként lesz sportszakember egy emberfia. Hát én még gyerekkoromban kezdtem, és talán ez a klasszikus út, hogy az iskolai testnevelés órák keretében belül kiderül, hogy milyen sportákhoz van kedved, érzéked. Én annak idején kézilabdázni kezdtem, de mellette örök szerelmem volt mindig a technikai sportágok, zöme, rally, forma 1 és így tovább. Tehát igazán ezzel foglalkoztam. És hát aztán egyenes út vezetett ahhoz, hogy játékos legyek, edző legyek. Később, amikor már befejeződött a sportpályafutásom, akkor is ezzel akartam foglalkozni. És akkor jött a média, hogy akkor oké, de ugyanúgy sport. Tehát én nem tudok más utat, nekem ez volt a természetes. Egyenes utad volt? Igen. Tehát egy újságírói út az mindig rögös. Bár kikövezték már előttünk, de azért tudjuk, hogy a sportkommentátorok, a sporthoz érő újságírók dolga sem könnyű. Ezt meg tudom erősíteni. Hát ugye rávágtam az imént, hogy egyenes utam volt, de valójában szerencsém is volt benne. Tudnélik, én úgy kerültem be a legelső sportiporta stúdióba, még a legelső évfolyamba, hogy lekéstem a felvételit. A meghirdetett időpontra nem tudtam elmenni munkahelyi elfoglaltságok miatt. És hát ugye ezt úgy képzeljék el a kedves nézők, hogy 1990, akkor még nem volt mobiltelefon, meg nem lehetett úgy olyan könnyen utolérni valakit telefonon, de ugye volt az újságban, a hirdetésben egy telefonszám, és másnap én azt a telefonszámot felhívtam, és az volt a szerencsém, ez egy vezetékes szám volt, hogy ott volt a végén Komlósi Gábor, aki ezt az iskolát indította, szervezte, és akkor én mondtam, hogy hát bocsánatot kérek, én jöttem volna előző nap, de nem tudtam, hogy lehet-e még. És mondta, hogy persze, menjek be, megcsinálta a felvételit, és felvett. Ha én őt akkor nem érem utol, akkor én most nem ülnék itt veled. Gyaníthatóan így van. No, a sporthoz általában kell tehetség és szorgalom. Így mi van. Kell a sportújságíráshoz? Milyen, hogy aránylik egymással? Hiszen a tehetség egyik oldalról az adott, tehát az íráskészség, beszédkészség, a sportág, sportágak ismerete, viszont kell szorgalom is. Abszolút. Akinek nincs, az nem erre a pályára való. Tehát lehet, hogy sokan úgy gondolják, hogy a sportriporternek könnyű a dolga, aki megy a futballmeccsre, van 22 játékos, felkészül belőlük és leközvetíti. Már önmagában ez se könnyű, hogyha becsületesen csinálod, de ennél többet kell tenni. Ez egy állandó munka és állandó megújulás. Ehhez kell egy elhivatottság és kell egy szorgalom. Akiben ez nincs, az ki fog innen kopni. Íve van a pályádnak. Miként választottál sportágat magadnak? A kézilabdát választottam először aktív koromban, azért mert azt tetszett meg a legjobban, és abban sokkal ügyesebb voltam, mint a labdarúgásban. Így aztán szóba se került a futball. A technikai sportágakat meg valamiért már gyerekkorom óta szerettem. Ugye az egy drága történet, tehát űzni nem tudtam, nem volt annyi pénzünk. Elég szegény családból származom, tehát esélyünk nem volt arra, hogy autónk legyen, nem hogy versenyezzünk autóval vagy motorral. Így aztán ez maradt szerelem, és akkor így, tehát amihez volt érzékem, meg amit szerettem. És amikor bekerültem a médiába, akkor is ez volt, hogy oké, ki mihez ért, és akkor mondtam, hogy hát én ezt csinálom, ezt meg szeretem, jó, akkor csináld, és akkor így. Ugye egy pályafutás mindig meghatározza, hogy hol teszi azt az embert, amit választott hivatásának köszönhet, és ebből él, illetve rajong érte, mert a sportriporterek mindegyike rajong a sportért, és sportáktól függetlenül. Azt gondolom, hogy az meghatározó, hogy hol dolgozhat az ember. A magyar televíziós pályafutásod is egy sikersztori, és ível fölfelé. Mindig magad választottad a helyet? Hát az elején ott kiválasztottak. Amikor a sportriporter iskolát végeztük, akkor benne voltam abban a háromban, az első háromban, akit kiválasztottak, hogy ez a három bemehet a telesportba. Ugye ez volt a magyar tévésportosztálya. Ez 1991, akkor még csak egy tévé volt, egy sportosztály. Így van. És ebben a háromban volt Hajdú Pisti,
Borbély Zoli, meg jó magam, és akkor ugyanebből az évfolyamból picivel később, egy vagy két hónapra rá érkezett Faragó Ricsi, Faragó Richard, Subakata, meg Kis Kinga, tehát mi voltunk az elsők. Oda kiválasztottak bennünket, a munkánkat, a tehetségünk, a teljesítményünk alapján. Onnan kezdve, ott helyt kellett állni, kezdődött egy teljesen új élet, és tulajdonképpen a nulláról indultunk. El kellett fogadtatni magunkat az akkori nagyokkal, mindent meg kellett csinálni, mint egy inasnak. Ez is volt egyébként a szerepünk, hogy inaskodjunk és tanuljunk, és akkor egyre több feladatot kaptunk, és ahogy egyre több feladatot kaptunk, és annak megfeleltünk, talán így nőtt egy kicsit mondjuk így a piaci értékünk, meg az elismertségünk, és utána valóban már egy kicsit könnyebb volt máshova is elmenni, de a munkát bele kellett rakni. Most csak érzékeltetésről mondom, én az első 7 évben, amikor a Telesportnál voltam, nem voltam szabadságon, mert hogy dolgoztam. És örültél neki, hogy nem voltál szabadságon. És örültem. Amikor megjöttek az Eurosport és a Sport TV-k, én azt gondolom, hogy akkor azért kitárult a világ is előttünk, hiszen nagyon is jól tudjuk, tehát nem csak sportolóként, hanem sportkedvelőként is, hogy a Telesport, ugye legendás időszak volt annyi szent, de egy olyan helyzetben volt, hogy nem volt más. Igen. Amit a Telesport közvetített, amiről beszéltek, azt kellett elfogadnunk, és maximum a nyomtatott sajtóban értesülhettünk a többi eseményről. Azzal, hogy ezekkel a csatornákkal kitágult a világ, azt hiszem, hogy sokat nyertünk. Viszont egy rendkívül érdekes feladat, egy nagyon komoly feladat is adódott a sportriporterek számára. Hát először is ugye el kellett dönteni, hogy ki megy, ki marad. Én ugye az Eurosporthoz kerültem, ez egy tudatos döntés vagy lépés volt. És itt ugye már csak bizonyos részét végezzük a mai napig is a televíziós munkának, hiszen mi itt közvetítünk. Addig, amíg a Magyar TV-ben voltunk, mindent csináltunk. Ugyanígy beszélgetéseket, interjúkat, szerkesztési munkákat, néha rendezőknek segítettünk, közvetítettünk, tehát az volt az all-round televíziós történet. Át kellett erre állni, erre a kisebbre, és hát ugye újra meg kellett nyerni a nézőknek a kegyeit, mert persze, hogy az elején ugye mindenki kíváncsian figyelte, hogy na milyen az Eurosport kínálata. Aztán később, amikor bejött a piacra a Sport egy, na milyen a Sport egy kínálata, és ugye egyre szaporodtak ezek a sporttelevíziók, ezeknek mind, és azon belül a kollégáknak meg kellett ezután folyamatosan harcolni a helyéért. Szegmentálódott a piac. Tehát szakosodni kellett egyik oldalról? Szakosodni. Jónak lenni? Jónak lenni, szakosodni, az adott csatorna elvárásainak megfelelni. Ennek tükrében miként választottál sportágat? Ugye ez másod, tehát hogy lett a kézilabdából technikai sportok, Forma 1 és így tovább? Hát úgy lett, hogy én még a Forma 1-et még a Magyar TV-ben volt szerencsém közvetíteni. 95-ben kezdtem, és akkor a 96-os évet teljes egészében én közvetítettem, Frankl Andrással közösen, és aztán még 97-ben is volt 2 versenyem, tehát ez volt az én Forma 1-es pályafutásom. Oda kiválasztottak megint. Az úgy történt, hogy akkor Palik Lászlóék, aki Palik Laci, aki addig csinálta, eltávozott, és keresték az utódját. Én meg kéznél voltam, belül voltam akkor már, és hát tudom, hogy sok jelentkező volt, sokan szerettek volna Forma 1-et közvetíteni, de végül megkaptam a bizalmat, és így aztán akkor gondolom éltem is vele, hiszen hagytak dolgozni. De ugye tényleg szakosodni kellett. Most, hogy csak közvetítünk, ugyanígy szakosodni kell, tehát azokat a sportágakat, amelyeket csinálunk, nagyon jól kell ismerni, és napra késznek kell lenni benne. Tehát meg kell, hogy legyen a mélység. Abszolút. Egy olyan díj, mint az év kommentátora, az mennyire jelent pozitív megerősítést? Hát jól esik. Hát igazán ez egy ilyen házi szavazás volt. Annál inkább fontos. Pont ezért, hogy azért az fontos, hogy a kollégák hogy gondolnak erre. Hát ennek már sok éve, de nyilván jól esett. Semmi különössel nem járt. Kimentem, kezet fogtunk. Jól esett. Amire büszke vagyok még, ha már a díjakat mondod, az a Kovácsi László média díj. Azt is megkaptam, az is egy szakmai díj. És egy legenda nevét viseli. Igen, hiszen Kovácsi László egy rendkívül nagy tudású televíziós személyiség volt, ő a Magyar TV-ben dolgozott, rengeteget tanultunk tőle,
még az iskolában, és utána bent a szerkesztőségben is. Tehát ő egy egészen kiemelkedő egyénisége a Magyar TV-nek. Kár, hogy már nincs köztünk, de van egy díj, ami a nevét viseli, és hát oda azért bekerülni a díjazottak közé szerintem az tényleg egy elismerés. Tehát az Eurosport és a Sport TV-vel kiegészített bázis, azt hiszem, hogy a Magyar Televízióval és most már a Spiller TV, nem sorolom, Digi TV-vel együtt, azt hiszem, hogy elegendő lehetőséget nyújt minden sportkedvelőnek, hogy a kedvenc sportágait élőben kísérje figyelemmel. Beszéljünk most egy kicsit a sportmenedzseri pályafutásodról. Mikor érezted, hogy eljött az a pillanat, hogy egy kicsit tovább lépj, és ez a tudományos hátterét is megismerd a sportnak és a gazdaság kapcsolatának? Ez még a telesportos pályafutásom során kezdődött. Én nagyon belevetettem magam a sporttelevíziózásba, nem is lehetett másként egyébként, de egy idő után úgy éreztem, hogy ki kell ebből törni, mert ha csak ezt fogom csinálni, akkor most bocsánat a kifejezésért, akkor szakbarbár maradok, és ez nem jó. Tehát bele fogok fáradni, bele fogok fásulni, mindig ugyanabban a gondolatkörben járnak majd a gondolataim, ez nem jó. Ez nem biztos, hogy egy teljes élet. De hát, hogy mégis micsoda sport, és akkor volt már a testnevelési egyetemen sportmenedzser képzés. Na mondom, akkor ezt most megpróbáljuk. Fölkészültem a felvételire, elmentem, megírtam, szóbeli, stb. Lényeg az, hogy fölvettek, és valóban ott kitágult a világképem, hiszen addig is volt egy csomó sportismeretem, még a saját sportmúltamból, az edzői munkámból, meg a tévés munkámból, de itt jött egy csomó társadalmi, gazdasági megközelítés, még jobban belementünk biológiába, sportélettanba, edzéselméletbe, tehát ez tényleg sokat hozzátett. És ugyanakkor később ez pedig aztán ez tovább folytatódott, amikor már bekapcsolódott ugyanebbe a képzésbe a Corvinus Egyetem, arra megint elmentem, mert az már akkor egyetemi szintű képzést adott, addig főiskolainak számított, és ott tovább tágult az én világképem, és ebből a kettőből jött aztán, hogy egy idő után fölkértek, hogy hát te azért elég régen benne vagy, tanultál is, akkor tartsál előadásokat. Igen, és a mesterképzés után nyilván. Így van, nyilván a mesterképzés után. Pontosan erről szerettem volna veled beszélni, illetve hát erről fogunk beszélgetni, hogy mit is hozott nekünk a Eurosport és a Sport egy. Nos, elhozta nekünk, elhozta a világot. Ugye, ha egy kicsit visszatekintünk a közös gyermek és ifjúkorunkra, azt nagyon is jól tudtuk, hogy a szocialista erkölcs semmilyen értelemben és módon nem engedte meg, hogy mi arról beszéljünk, hogy ki mennyit keres, mit kap, miért teszi azt, amit tesz, ki támogat kit, hiszen minden NB1-es labdarúgónak volt állása valamelyik gyárban, a saját szűke pátriájában, és nem folytatom, mert úgy is tudja, hogy mindenki, hogy miről beszélünk. A sporttévék pedig elhozták nekünk ebben az értelemben is Amerikát, az NBA-t, az NHL-t, az amerikai futballt, a sít, bár sí akkor is volt, de nem tudtuk, hogy az micsoda, elhozta a Forma 1-et olyan szinten, hogy a gazdasági hátterét is tudhattuk, hiszen az olimpia, a labdarúgó VB-k, EB-k, úszó világbajnokságok mindezt nagyon árnyaltan mutatják csak. Tehát rendkívül nagy szükség volt a sportmenedzseri, a sportgazdasághoz értő emberekre. És most is nagy szükség van rá. És most pedig én úgy tűnik számunkra, hogy reneszánszát éli, köszönhetően egyébként itt Székesfehérváron a Corvinus Egyetem gazdálkodástudományi karának, hiszen május 17-én indult egy olyan előadássorozat, amelynek az első előadója te magad voltál, a vendégei pedig a Fehérvár AV 19 vezetői, Gál Péter Pál, illetve játékosok Kóger Dani és a többiek. Mit adhat a hallgatók számára egy ilyen beszélgetés? Mit tudhatnak meg a sportág és a gazdaság kapcsolatáról? Nagyon sok mindent. Itt nem igazán előadó voltam, ezt azért pontosítsuk, hanem moderátor. És mondtam is egyébként a fehérvári hokisoknak, a vezetőknek, meg a játékosoknak, hogy én magam is nagyon élveztem, mert nagyon sokat tanultam tőlük. Hát én ugye a jégkoronggal korábban nem foglalkoztam. Tévésként igen, jártam ide Fehérvárra is forgatni, meg voltam mérkőzéseken, de a gazdasági részével nem foglalkoztam. És most, hogy felkértek arra, hogy legyek moderátor, ugye bele kellett egy kicsit ásnom magam, és egy csomó mindent ott menet közben tanultam meg. Hát, hogyha valaki nem csak a sport
eredmény oldaláról akarja megközelíteni az adott sportágat, és egy ilyen beszélgetésre eljön, akkor megtudja azt, ami legalább ilyen fontos, hogy minek köszönhető, milyen gazdasági, társadalmi környezetben, háttérben dolgozik adott esetben például a fehérvári jégkorong, hogy neki legyenek olyan eredményei, hogy megtölti a klub a jégkorongcsarnokot, több mint 3000 ember ott van, és nézi, hogy nyerünk-e az EBL-ben, vagy nem nyerünk, vagy mi van a magyar bajnokságban. Na de ennek van egy nagyon kemény és nagyon fontos gazdasági háttere, és ezt érdemes megismerni, mert ha valaki ezt megismeri, akkor sokkal jobban tud következtetni arra, hogy valójában milyen sporteredményekre lehet számítani, mert a kettő összefügg. A digitális tartalmat mennyiben határozza meg, milyen mélységben határozza meg a kreativitás? Tehát, hogy nagyon színes, látványos és érdekes legyen. Nagyon, ez rendkívül dinamikusan fejlődő tévés iparág. Ma már például olimpiákon, de majd most egyéb sporteseményeken is láthattunk, meg fogunk majd látni, például 360 fokos felvételeket. Vagy úgy, mintha bent lennél magában a küzdőtéren. És ami egyébként még messzebbre vezet, hogy a sportban is megjelenik a virtuális valóság, meg a kiterjesztett valóság, és ez egy teljesen új dimenzióját fogják mutatni majd a sportnak is. Tehát, és itt a kreativitás, a műszaki fejlődés, a digitális technológia, ezek egyre nagyobb szerepet kapnak már most a sportvilágában, és egyre nagyobb szerepet fognak kapni a sportvilágában. És akkor még csak a média részéről beszéltünk, mert egyébként a digitális adatokat ugye sport szakági elemzésekre is használhatjuk, meg kell is használni. Tehát például mennyi adatot lehet különböző eszközök segítségével nyerni egy adott sportolóról, mind digitálisan jön, vagy egy csapat teljesítményéről. Ezeket az edzők feldolgozzák, ezeket használják. Fejlődik önmagában a sport, plusz ugye bejön még ez a digitális média világ, ami azt jelenti, hogy egyre kreatívabban, egyre sokszínűbben, egyre látványosabban tudjuk megmutatni magát a sportágat, ráépülve a klasszikus televíziós technológiákra. Tehát magyarul a legvégén a fogyasztó, a néző nagyon jól jár, mert szebb világot lát, jobb minőséget kap, és még egyébként a sportszakma is fejlődhet, ami megint csak jó a nézőnek, hiszen még jobb küzdelmeket fog látni. Ennek tükrében hol tart ma a magyar sportújságírás? Egyik oldalról ugye arról beszéltünk, hogy az írott és olvasott sajtó nehéz helyzetben van, visszaesik az olvasás, de a digitális tartalom az olyan, mint ami ennek lennie kell, amikor elkezdted ezt a pályát, ugye számodra tetten érhető ez a fejlődés nyilván. Mindig lehet javulni, és mindig kell javulni. Tehát senki ne gondolja azt, legalábbis nekem ez a véleményem, hogy ő már a csúcson van. Se tévésként, se újságíróként, mert a világ minden nap hoz egy új kihívást, aminek meg kell felelni. Nyilvánvalóan vannak nagyon jó produktumok a digitális sportsajtóban, meg kevésbé jók, de ez így van így volt az irodban is régebben, vagy a tévében, tehát igazán nem látok különbséget. A különbség egyben azért megvan, hogy ugye a digitális vagy az online médiumok száma egyre nagyobb. Nem biztos, hogy lehet olyan ütemben megfelelő szintű újságírókat képezni, hogy azok megfelelő szinten el tudják ezeket a feladatokat látni. Tehát itt lehet, hogy van egy kicsi lemaradás, és ezért van szükség folyamatosan arra, hogy újságírókat tanítani, képezni olyan fiatalokat, akiknek van ehhez kedvük. Ez mindig fontos. Mindig fontos, mert közös érdeke a sportnak, a médiának, meg a közönségnek, a fogyasztónak, hogy jó minőséget kapjon, lásson, olvasson, halljon. Tehát ehhez fel kell jönnie a sportújságírónak is. És én ezért örülök egyébként, és ezért vagyok hálás a sorsnak, hogy én annak idején nem ragadtam bele csak és kizárólag a tévés munkába, hanem elkezdtem mellé még tanulni, mert látóköröm bővült, szélesedett, és talán ez a munkámban is egy picit megjelenik, vagy megjelenhet, plusz ugye ehhez hozzájött már a tanítás, amikor ezeket az ismereteket át tudom adni. Tehát én a magam példáján tudom azt mondani, hogy szerintem nagyon hasznos, ha az ember állandóan képzi magát. Így van. Mire készülsz mostanság? Mostanság? Lesz két helyszíni munkám. Az egyik, mind a kettő a Hungaroringen. Az egyik a hétvégén sorra kerülő DTM, tehát Német Túraautó Bajnokság magyarországi futama. Ott leszek helyi speakert, ugyanúgy le fogok közvetíteni mindent, mint a tévében tenném, és majd ugyanezt megcsinálom a
Forma 1-es Magyar Nagydíjon is. Ezek hagyományos feladataim, tehát ezekre készülök, hát most legelsősorban a DTM-re, mert az van közelebb. Egyébként ami izgalmas tévés tevékenység lesz, az a Le Mans-i 24 órás autóverseny június közepén. Ez mindig egy nagy kihívás, ugye ezt többen közvetítjük, de... Tehát tőle tudjuk meg, hogy nyere Alonso végre. Hát például. Hát nem biztos, hogy tőlem, attól függ, hogy jön ki majd a beosztás, hogy kié lesz a befutó, de egyébként igen, az is lehet, hogy pont rám jut. Tehát ezek izgalmas kihívások a szokásos napi munka mellett. Ami meg a tanítást illeti, mert azzal is kell foglalkozni, ugye most zártuk le a fél évet itt Fehérvárot is a sportközgazdász képzésben, már most azon gondolkodunk, hogy kellene még jobban tanítani ezt a tantárgyat a következő fél évben a következő hallgató csapatnak. Úgyhogy ez egy állandó dolog. Sok-sok kihívás, ehhez kívánok jó egészséget, erőt, tiszta fejet, nyitott szemet, azt hiszem, hogy ennél több nem kell mostanság. Köszönöm, hogy megtisztelte. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták. Várhegyi Ferenc, sportújságíró, szakkommentátor, sportmenedzser volt a vendégem. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Minden jót kívánok, viszontlátásra!